Egy igazán különleges koncerten vehettek részt nemrég azok, akik ellátogattak az egyik pécsi vendéglátóhelyre. Argument Trip néven egy baráti társaság játszotta az egyedi dallamokat. Vladó, Tamás, Gábor és Andor is egyetértenek abban, hogy ez az alkalom szinte a véletlennek köszönhető. Ismerkedjünk meg a fiúkkal és zenéjükkel. Mi a Gáborral, az Aviorral már több mint egy éve együtt zenélünk, és hát én kint lakom Angliában, Liverpoolban, ezért nem tudok nagyon sokszor itthon lenni és zenélni vele együtt, úgyhogy elég sok mindent oldunk meg az interneten keresztül is, különböző más kommunikációs eszközökkel. Ami nagyon fontos, hogy Tamást megtaláltam ugyanúgy, egy kávézóban ülvén megláttam, hogy itt van Pécsen, és utána Londonban találkoztunk egy Európa kiadó koncerten, és azóta nem láttuk egymást, úgyhogy szerencsésen össze tudtunk futni, és így hát mondta, hogy elektronikus zenét csinál, és mondtam neki, mi is azt csinálunk, hogyha van kedve csatlakozni, és most ez a mai produkció Argument Trip néven fog futni, és ezt így hoztuk össze. Elég sokat dolgoztunk rajta, hogy meg tudjunk szólalni, tehát elég nehéz belőni a technikát is, mivel hogy modulár szintetizátorokat is használunk, és gyakorlatilag én jó magam majd gitározom az egészben, de ezek a dolgok, tehát így teljesen össze lesznek mosva, lesznek zajok, és gyakorlatilag dallamok, és utazni fogunk Közel-Kelet, Távol-Kelet, illetve Afrika, Észak-Afrikába. Összefutottam az utcán, és ő mesélte, hogy lenne egy ilyen fellépés, és mint ismert, régi barátok vagyunk, és tudta, hogy én is zenélek, és mondta, hogy mi lenne, ha én is eljönnék, mondtam neki persze. Ő úgy tudta, hogy gitározom, de én már azóta így átmentem egy ilyen moduláris, szintetizátoros világba, és tulajdonképpen ezt a vonalat hozom a csapatba, és tulajdonképpen ennyi, tehát egy nagyon ilyen véletlenszerű alkalomom az egész, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon pozitív világot teremtett így közöttünk is, így a fiúkkal. Ez egy ilyen improvizációs, tehát vannak ilyen megbeszélt ilyen hangnemek, stb., de igazából mindenki így szabadon egymásra figyelünk, és így úgy próbáljuk követni egymást. Tehát igen, félig improvizált persze. Vladóval így úgy találtuk ki ezt a dolgot, hogy így elkezdünk egy ilyen ambientes, ilyen szélrögös, ilyen úszatós jellegű zenét készíteni, és akkor a Benső Andor úgy került be ebbe az egészbe, az, hogy így hogy a Vladó szólt nekünk azzal a kapcsolatban, hogy így mi lenne, hogy lenne egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon ilyen keleties, ilyen dobos jellegű formáció, és akkor így hármasban így összeálltunk, és így sikeresen az első munkáink így úgy sikerültek, hogy főleg inkább improvizáltunk, tehát így nem voltak így konkrét koncepciók arra az, hogy így most így közvetlenül rögzítünk felvételeket, hanem minden adta magát az egésznek, és így sikeresen így, tehát olyan dalok születtek, ami által így egymás át is tudtunk fejlődni, csak így persze egy avaladó külföldön él, és akkor így híbeóba így, amikor így hazajött, és akkor így tudtunk ezzel így közvetlen foglalkozni. Az én hangszerem, tehát főleg MIDI kontrollerekkel dolgozom, tehát teljes mértékben digitális elektronikus zenével foglalkozom, és egy a saját hangjaimat, tehát saját magam építem föl olyan, tehát részben így hangszeres, részben pedig így elektronikus, és a kettőt így keverem egymással. Zenekar vezető egyéniségével, Vladóval, mi 10 évvel ezelőtt együtt játszottunk, és tulajdonképpen épp egy kávézóban ült, és akkor így sikerült össze
verbuválni a zenekart, hogy ő szólított le, hogy nincs-e kedvem egy ilyen pszichedelikus jellegű megmozdulásba részt venni, meg mindig is szerettem ezt a zenei műfajt, úgyhogy így közelítettem meg ezt a témát. Egyébként a közel-keleti ütőhangszereken játszom most már idestova 15 éve, úgyhogy a színpadon lehet is látni, van egy serlegdob, vagy hát ebbe a kategóriába tartozó dohola, amit egyébként az arab és egyébként a török zenészek szoktak használni. Meg egy keretes dob, ami szinte minden népnek van, tehát ugye Magyarországon ugye ezt sámándobnak szokták nevezni, de ez egyébként egy fúziós hangszer, nem sámándob, és különböző technikákkal szoktak ezen játszani, közel-kelet, távol-kelet, India, stb.